Kuka. Nem baj, még van egy lehetőségünk javítani. Ha minden igaz. Ó, még bőven van időnk. Hogy állunk? Armstrong ment, 1:13.9-et. Űridő, még olyan messze vagyunk a továbbjutástól, mint ide München. Vagy mint ide Monaco. Ezt a pályát nézni is veszélyes, igen. Okay, just 2 laps of fuel remaining now. Igen, a harmadik szektorban még nagyon sok van benne. Az a baj, még javulni fognak, hiába vagyunk a 9. helyen. Igen, ilyenkor mindig csend van Monakóba, srácok. Az egyetlen esély a túlélésre. Igen, hát még talán erőből egy fél másodpercet tudok javulni, ha összerakok egy tökéletes kör, de hát... Hát, hogyha ezzel tovább megyünk. Egy 3-7-4... Hát még javítani fog az AI, az a baj. Szerintem még javítani fognak, de meglátjuk. Meglepetés legyen. Oda se nézni. Nem tudok több gumit elfüstölni. Javít hát. 22! Áááó! Hát az még az még a fél másodpercet javulok, még úgy sincs meg. Az ott nyugodtan. Az ott nyugodtan. Sima Q2, az. Nem, itt Monakóban nagyon jó az AI. Itt ugye kijön az AI meg az emberi hiba közti különbség. Top 22. Fú. Hát nehéz egy délutánunk van, srácok.
Most kell higgadtnak maradni. Igen, emberként nem mered úgy odarakni a falhoz, mint az AI. Az AI-t nem zavarja a kiesés lehetősége. Hölgyek és urak, pingvinek, a monakói nagydíj következik. 20 kör! 20 kör a hercegségben. Nézzük meg. Az AI és Latifi semmitől se fél. Vitya Petya, köszi a 17 hónapot. Nem baj, hogyha ezen túl vagyunk, akkor a nehezén már túl vagyunk a szezonnak. Ezt jegyezzük meg. Formula One returns to Monte Carlo once again today, home to the world-famous Monte Carlo Casino that first opened in 1863. And of course, a certain road race first held in 1929. There's no greater an occasion, no more valuable a win than the Monaco Grand Prix. The astonishing Circuit de Monaco is, for all intents and purposes, nem értettem, mit hallok a monitorral, is ment a hang. Since its inaugural race back in 1929. The faster cars of today ensure the 19 corners past the casino and along the seafront remain as thrilling as ever. A 2.1 mile lap here takes us around an entire country, yet never more than inches from the race-ending barriers. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Na nézzük. Charles Leclerc lines up on pole position. Meglepetés. And Max Verstappen Meglepetés. Lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Sainz, Hamilton, George Russell, and Perez. Bottas. Nessai, hányszor indítod újra? Tech, figyelj, neked is van két fiatalabb testvéred, a szüleid is megpróbálták. Hát mi? Daniel Ricciardo. And bocsánat, rossz vicc volt. Vettel, Tsunoda, Alex Albon, and Marcus Armstrong. Stroll, Gasly, Latifi, and the Professor. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Bocsánat, sós vagyok, ne vegyétek magatokra. Once again in the commentary box, and it's fantastic to have you with us here, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one. A bit like preparing to go into battle. De az autó még mindig szép. Nézzük a jobbik oldalát. That's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Race strategy, tök mindegy, mert tehát agyon fogom törni, tehát hogy menjünk a lágyon, mert úgyis be kell jönni a boxba szárnyat cserélni majd. Rongyosra fogom törni a gépezetet. Bár ugye nem, mert igen, tehát hogy mondjuk megjohnizhatom. Próbáljuk megjohnizni. Megpróbáljuk föltartani őket. És egy jó safety car. Megpróbáljuk föltartani őket, és egy jó safety car-ra, hát, hogyha bemákolunk valamit. De hát először célba kell érni, úgyhogy az még nagyon messze van, fiú. Igen, mondjuk legutóbb a safety car-t nem köszöntük meg. Launch map is good, but we need to learn the gears. So go into each one when you can. We're going to need some work on the brakes, so put some energy into them and warm the tires as well, please. Amúgy eltűnt a villogás a kijelzőmről. Nem tudom mikor, de eltűnt. Sorbanállás szimulátor. Köszönöm.
conditions look stable at the moment. No rain currently expected. Hölgyeim és uraim, Pingvinek következik a monakói nagydíj, az utolsó helyről, jobb lába gázon, bal lába jobbon, Latifi mellől. Indulunk az utolsó helyről. Az utolsó pillanatban váltott irányt. Tehát... Meg lesz. Minden első kör nehéz, utána már csak 20 van hátra. Nyugi, na, eléget nem émeljük, mémeltünk. Bocsánat, kicsit eldurrantam. Ez most az.
That start was okay. Now stay alert for threats around you. Szerintem megsérült a szárny, csak nem írja ki. Vagy csak a közepes gumi. A lágyhoz szoktam az időmérő. De levágom és úgyis jobban gyorsít ki, az mi? Öljetek meg, komolyan, döfjetek belém kést! Döfjetek belém valamit! Nem bírom! Mi is most meg illegál? Illegál! Te vagy egy illegál. Meddig értek rá? Nem, már elfáradtam, öcsém, már nem érzem az autót. We think the underbody's incurred some slight damage, but nothing too serious at the moment. Just be careful. Nem lehet így fordulni az autóval. Most jöttem munkából, reggel 5-ig ráérek. Sose lesz még. Már durcáztam. Ez a Le Mani 24 órás, nem szóltam? Nem tudok még mit csinálni, hát belevernek a falba. Vissza dodgem ez az AI. Tolnak most is, nem tudom irányít, nézd meg! Hát tolnak, bazd meg! Nem lehet elvenni. Stroll trollkodik a streamen. De most ez mi volt? Tehát most komolyan, de most... Nem, tényleg, tehát eddig röhögtem. De most ez mi volt?
Perez meg jön belém oldalról. Jó, most már ha innen kiesek, lezárom, srácok, nem húzom az időtöket. Annyira szűk. Ugye régen ennek örültünk. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Meg hát ma is örülünk neki, ugye, de itt nem. Így van, mozdony szimulátor. És nagyon szűkös volt.
Okay, gap to the car ahead is 4.1 seconds. És hol a safety károm? Hol az AI hiba? Jó, amúgy még nem kell. Okay, you're dropping a few tenths per lap to the car ahead. They're just edging away. Hello, üdvözlök mindenkit a No Commentary streamen, sziasztok! Ez az! Nagyon csúszkálok. Pedig még közepesen vagyunk és hatodik kör. Our gap to the car in front is 4.8 seconds. Okay, you're losing a small amount of time to the car behind. Just keep pushing. Remélem itt nem meri bedobni Ávon. Jönnek az első kerékcserék. Egy merci az nekem nagyon jó lesz magam mögött. The car ahead's coming to fit the mediums. Car ahead now running medium tires. Indul a gőzös mögöttem, lehet jönni vonatozni. Hello Georgie, hiányoztál már. Marcus is coming in for his stop now. Mennyi jobban járunk, jobban járunk.
Okay, gap ahead is 1.7 seconds. Okay, we're approaching the pit window. You're going to be on softs. És már nagyon más féktávokat kell vegyek, mint az elején. Érthető módon. Áj, de túl csúsztam. Hát itt már meg se tudok állni. Hop, safety car, nem? Someone's come off ahead of you, there's a yellow flag ahead. Leclerc! Ne! Ne! Az összes futamot megnyerte, és Monakóba kiesik! Ne! Ne! Nem, ilyen nincs! Mi a fasz? I am stupid! Jó humorérzéke van a játék fejlesztőknek. Hamilton is stopping now. We're going to box this lap, push hard on the in-lap. Right, let's have you in at the end of this box, lap, box, please. Box, box, box. Plan A. Plan A. The master plan is on. And gap to the car in front is 4.6 seconds. Lenny, box, box, box. Édes Istenem. Good job from you and the crew there, mate. We're satisfied with that. Satisfaction. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go. Nem, nem, Armstrong, nem, nem. No, no. Team order. Nessali, Armstrong is faster than you.
6 kör. Még 6 kör. Okay, gap to the car ahead is 1.8 seconds. Keep managing your tyres, manage your tyres. Okay, so we're leading our teammate by 1.6 seconds. That's just 5 laps of fuel remaining. Vérszemet kaptam, de az a baj, hogy a traction control miatt nem tudok jobban kigyorsítani a célegyenesre. És ez így kurva baleset veszélyes. Monakóba valaki mögött ilyen szorosan menni. Ezt mondtam. Leesett a szárnyom. Valami nem oké, valami megsérült, az fix. Vagy csak túlmelegítettem a gumikat ott Cunoda mögött, valószínűleg inkább a utóbbi. Így Johnny, mindig a legvégén. Jó, nyugi, nem kell. Az csak plusz súly, nyugi. Okay, there's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are so far no plans for a safety car.
Az csak plusz súly. De persze az AI fizikailag nem fárad el. Most már nincs mit letörjek előről, nézzétek a jobbik oldalát. Sokkal jobban fordul, öcsém. Új dizájn. Öcsém, itt nem fordul el. No! Less than one lap of fuel left now, the tank's pretty much empty. No! No! Jó, hogy az utolsó kör... Úristen, de fáj a seggem, egy új segget kell, be kell szerelni utána, utam után. Akár bevállalom a büntetést is, a rajthely büntetést. Another nail-biting Monaco Grand Prix. We were on the edge of our seats the whole time, but they've come through to take a stunning victory. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently, and it's clear to... Nem mondjátok, hogy ezzel múlott a prediction. Driver of the day. So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. Well, it wasn't the best weekend for our championship leader, and Armstrong their advantage at the top has been reduced. Let's focus on the driver of the day, Anthony Davidson. Yeah.
I have to give it to the professor. There was a lot going on all down the field, but they were the only one who I really felt maximized their potential. It's time to check out the constructors' standings. The lead at the top comes down after a strong... Hát srácok. Ez ma egy nehéz nap volt. Azt hiszem, ebben megegyezhetünk. Milyen event? We have another one for you. Invest. Regardless of what you choose. Nem. Invest. Investálja. 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 Innen fogjuk folytatni legközelebb. Hát ahogy mondani szoktam nektek, ez volt ma az érzelmi hullámvasút. Nagyon nagyot mentünk Amerikába, és a lelkemet tépték ki Spanyolországban és Monakóban, de hogy ne tudjátok, tehát ha szavakkal le lehetne írni ezeket az érzéseket, akkor költőként dolgoznék, nem tartalomgyártóként. De azért nagyon remélem, srácok, hogy jól szórakoztatok így is. Én megpróbáltam mindent, hogy jó legyen a műsor, hogy izgalmas legyen. Hát volt itt Zbinálla, minden volt. Nem baj, azért izgalmas adás volt. Azért izgalmas volt. Mindig az a lényeg, legyen izgalmas, úgyhogy izgalmas volt. Srácok, az a lényeg. Az eredmények meg majd jönnek az általam favorizált pályákon. Belgiumba, Kanadába. Ezeken a helyeken majd be fogjuk hozni az eredményeket. Hát itt most nem lehetett Monakóba mit kezdeni az AI-jal egyszerűen. Úgyhogy na, ez van. De még valakinek lehet egy jobb napja, dacára az én hülyeségemnek, Xbox Series X-re sorsolunk, vagy Series S-re is jó a kód, ha minden igaz. Egy F1 22-t, aki szeretne részt venni a nyereményjátékon, egy perce van, hogy beírja, hogy felkiáltójel Enter, hogyha van 5000 Nessali hűségpontja, ami nem összekeverendő a Twitch csatornaponttal. Ha beírod, akkor így is úgy is bedob a gép, hogyha van annyit, ha nincs, akkor meg nem dob be, úgyhogy veszíteni nem tudtok. De még egyszer mondom, ez egy Series X-es kód, úgyhogy akinek nincsen új generációs Xbox konzolja, az inkább ne kérje a nyereményt, mert hiába. Akinek viszont van, remélem, hogy újabb. Egy boldog, szerencsés, kedves, örvendetes nézővel gazdagabbak leszünk, vagy hogy szokás ezt mondani, úgyhogy remélem, hogy sikerül. Legalább így, ha nekem ez kicsit felemás érzésekkel jött össze a mai adás, akkor valakinek szebbé tenni a napját. Srácok, egy jó 15 másodperc, ami már csak 10, és ahogy itt villan a szemem, már csak 5, és hirtelen le is telt, lezárjuk a jelentkezést a giveaway-re, és nézzük, hogy kié lesz a kód, ki játszhat akár már ma este a kis Xbox-án a játékkal. A győztes nem más, mint... Asuna 110. Asuna írja chatre, hogy itt vagy, hogy örülsz-e, jó lesz-e, életben vagy-e, és ha megvolt, akkor én már írom is neked személyesen, tehát egy személyesen átadott ajándék lesz, ilyen se volt még, na jó, de Asuna 110. A szerencsés, nyertes, a kiválasztott, a hegylakó, egy csodálatos név. Reméljük, hogy kivá... Ja, mondjuk emote only van, úgy nehezen tud írni, szegény. Úgy nehezen tud írni, de most már talán. De nekem már privátba írt is. Nagyon-nagyon jó. Hát gratulálunk, Asuna, a győzelemhez, a szerencsédhez. Már mondom is neked, hogy... Mondom is neked, hogy... Itten van a kódod, és már kapod is. Tudj. Ott is van. Megkaptad privát üzenetben, gratula hozzá, jó szórakozást, remélem, hogy jó helyre kerül, és hát jó játékot neked. Köszönöm szépen a követést, meg a velem tartást. Ahogy mindenki másnak is, srácok, nagyon-nagyon köszi, hogy ilyen sokan itt voltatok. Máté Vok, Sokomon, Prometheus, Ashien, Vitka Gaming, Mocsok Miki, Getz, I, K.E., Esnight, Furi, Aspeun, Vine, Zenmester, mindenkinek a támogatást és az egyöntetű kedves és megtisztelő figyelmeteket. Folytatjuk a Forma 1-et szerdán, holnap egy chilles játékot játszunk, holnap IQ játék lesz 14:30-tól, úgyhogy aki okosnak hiszi magát, az jöjjön holnap, hidakat fogunk építeni a Polybridge-be. Ez lesz.
Kitaláltam, hogy holnap ilyen nagyon chilles délután tartunk, hátradőlünk a székbe, és hidakat fogunk építeni. Úgyhogy gyertek építkezni holnap délután. Köszönöm, hogy itt voltatok, srácok, kellemes estét, jó játékot, jó pihenést, ha valakinek kell, akkor jó munkát, én pedig érkezem holnap. Köszi, hogy itt voltatok. Szevasztok, srácok! Pa-pa!